Három gyártó, három mozdony, három know-how található itt most előttem a kis softboxomba. Ezeket a járműveket fogom összehasonlítani egymással. Van ugye egy Pico, egy Rokó és egy NME nohabunk. Nézzük is meg, kezdjük is el átnézni őket, hogy mik azok a dolgok, amik elsőre feltűnhetnek az embernek. Nekem az első benyomásom az volt így egymás mellé téve a mozdonyokat, hogy van kettő nagyon hasonló jármű, az NME és a Pico, és van ugye a Rokónak a mozdonya, ami egy picit láthatóan így első ránézésre is különbözik a két másik mozdonytól. Formailag és láthatóan kidolgozottságilag is egy picit elmarad tőlük. Alapvetően még a laikus szemnek is feltűnhetnek azok a kis dolgok, amik ugye a Rokó mozdonyán máshogy vannak. Nézzük is meg őket kezdve a mozdonyok tetejével. A járművek tetejét szemlélve azt tűnik fel, hogy az NME és a Pico nagyon szépen megoldotta, hogy a magyar mozdonynak megfelelő tetőberendezések legyenek, tető kialakítás legyen a modellen. A Rokónál viszont valami egy picit félre csúszhatott, mert láthatóan a Rokónál itt a kazán környékén nem stimmelnek itt ezek a kis kémények, illetve tetőberendezések, illetve itt található rajta a másik oldalt is egy olyan valami, aminek nem kellene ott lennie. Ezek mellett ugye a tetőnél látjuk azt, hogy az NME és a Pico kidolgozta itt fönt ezt a kis kapaszkodót, a Rokónál nem található meg ez az alkatrész a mozdonyon. A tetőventilátorok kidolgozottsága szempontjából is a Pico viszi itt szerintem a pálmát, neki nagyon részletes és nagyon jól kinézően sikerült ezeknek az alkatrészeknek a leképzése, ami nekem furcsa volt egy picit, hogy az NME-n olyan picinek tűnnek ezek a tetőventilátorok, egy picit szerintem ők kisebbre csinálták ezeket az alkatrészeket. Ha tovább megyünk a mozdonyok oldalára, akkor is rögtön láthatóak lesznek azok a különbségek, hogy a Rokó mozdonyának az oldala az valamiért nem stimmel, itt több olyan alkatrész is elhelyezésre került, gondolok itt erre a kis kerek valamire, ami a magyar mozdonyon nem található meg. Arányok tekintetében itt is a Pico találta el szerintem a legjobban a dolgokat. Az NME is nagyon közel van a Picohoz, viszont az NME-nél itt oldalt ennek a rácsnak a megoldása, és annak a megoldása, hogy ott mögötte látszódjanak ezek a kis szerkezeti elemek, a mozdony szerkezeti elemei, ezek annyira nem sikerültek jól. A Rokó nohabján egyébként sima fröccsöntött ez az egész, tehát itt a mozdony szekrénnyel egybe van öntve ez a dolog. Érdekes módon a Rokón jobban, markánsabban látszanak ezek a dolgok, mint az NME-nél. A mozdony oldalán a kapaszkodók tekintetében itt szintén az NME és a Pico viszi a pálmát. A Rokkóin valamiért ott középen van egy ilyen kis csatlakozó pöcök, ami a magyar mozdonyon nincs. Oldalról még feltűnhet az is, hogy a Rokó mozdonyán a gázolajbetöltő nyílás nem megfelelően van méretezve, és nem jó helyen van. Ez az NME-nél és a Pico-nál jól megvan oldva, külön pluszpontként a Pico-nál ez ki is van festve piros színűre, az NME-nél ez annyira nincs kidolgozva ez az alkatrész. Ha tovább megyünk a mozdonyok orr részére, akkor mutatkoznak meg igazándiból a nagy különbségek. Itt rögtön lehet látni, hogy a Rokónál valahogy itt a lámpáknak a kidolgozottsága, a méretei valahogy nem stimmelnek, és valahogy a formájuk, az arányuk sem stimmel teljesen. Ezek az alkatrészek mind az NME, mind a Pico esetében sokkal szebben, sokkal arányosabban vannak kidolgozva. A Rokó mozdonyán még láthatjuk azt, hogy ez a csatlásfej is talán túl nagyra sikerült, ez a Pico és az NME mozdonyon áll közelebb a valósághoz. A pályakotrok formájában is van eltérés, a Rokóé valamiért itt a szélén befele szűkül, ami nem felel meg a valóságnak, ennek a formája az NME és a Pico mozdonyénál jó, itt ezeknek teljesen egyenesnek kell lenni, hogyha szemből nézzük őket. Kiegészítők tekintetében ugye vannak kürtjeink, vannak ablaktörlőink és egyéb szerelvényeink. Itt például a kürtnek a nagysága a Rokón egy picit nekem bumfordi, talán ebből a szempontból az NME-jé az, ami a legfiligránabbra sikerült, ezt követi a
Pico-nak a kürt megoldása. Itt ugye azt kell tudni ezekről a mozdonyokról, hogy a kürtöknél az, hogy melyik oldalt van kicsi és melyik oldalt van nagy, ez a mozdonyok életútja során többször cserélődött. Ablaktörlő tekintetében én szintén itt az NME-nek és a Pico-nak adnám a pontot, azok közül is talán a Pico-é a legszebben kidolgozott ablaktörlő, ráadásul ugye szépen ezüstre is van festve. A Rocco ablaktörlője, ez nem tudom milyen mozdonyról származik, de szerintem nem a Nohabéra való ablaktörlő. Itt a mozdony elejénél érdemes megemlíteni még itt a kis fellépő bemarásokat. Ezek a bemarások, ezek meg vannak jelenítve az NME és a Pico gépén, a Rocco-nál ezek nem találhatóak meg, holott ugye a modellezett korszakban a Rocco 19-esén is már ott kellett volna ezeknek lenni. Méretileg ezeket leginkább a Pico találta el, úgy, ahogy a kis homokoló betöltő nyílásának a mérete és a Pico mozdonyénál a megfelelő, illetve a kidolgozása is ott van a legszebben megoldva. A szerelvényeknél azt látjuk, hogy az NME és a Pico az, ami közelebb áll a valósághoz. A kettőjük közül is talán a Pico az, ami eltalálta teljesen minden egyes részletét, hiszen itt az NME-ről hiányzik még itt egy darab légvezeték, a Pico-én ez megtalálható, illetve nála a gőzfűtési kábel kidolgozottsága is sokkal szebben van megoldva, mint az NME esetében. Továbbá a Pico-nál megtalálható alul ez a kis kapaszkodó korlát itt az ütköző alatt, ezt másik két gyártó ezt nem oldotta meg. Formailag is vannak eltérések, leginkább itt az eredeti mozdonyhoz talán a Pico megvalósítása áll a legközelebb, talán nekik sikerült a legjobban eltalálni itt a pályakotró és környékének a kialakítását. Ütközők tekintetében olyan különbségek vannak, hogy az NME-n rugózott az ütköző, a másik két gyártónál ezek az alkatrészek csak úgy fixen be vannak építve. A mozdony orrának a formáját és a különböző szögeket egyébként mindegyik gyártó nagyjából hasonlóan eltalálta. Talán a Rocco-é egy kicsit szögletesebb, egy kicsit kevésbé lekerekítettebb itt az orrrésznél, viszont mind a Pico, mind az NME ezt a részletét a mozdonynak szépen eltalálta. Ordító nagyon nagy különbséget a két gyártó között nem találok. Az igazán nagy különbségeket viszont a mozdonyok alvázánál és a forgóvázánál találjuk. Itt a három gyártó közül én szerintem leginkább a Pico az, akinek sikerült a legrészletesebben és a legpontosabban leképezni a mozdony alvázát és forgóvázát. A forgóvázon én úgy láttam, és így összehasonlítva a valódi mozdonyról készült képek alapján, hogy a Pico-n tényleg minden alkatrész ott is úgy van leképezve, ahogy az eredeti mozdonyon. Az NME-nek is sikerült viszonylag pontosan leképezni a dolgokat, viszont kevesebb alkatrész van kidolgozva, és egy picit nekem laposabbnak tűnik az ő forgóvázának a kialakítása, nem annyira karakteres, markáns, mint a Pico gépén. A Rocco forgóváza egyébként jelentősen leegyszerűsített, itt hiányzik egyrésztről ugye a kéziféknek a rudazata, valamint középen a középső tengelyen a fékrudazat, ott alul az a kis összekötő fékrudazat sincs megjelenítve rajta, illetve láthatóan jóval egyszerűbb az egész forgóváznak a kialakítása. A mozdonyok közepénél egyébként itt az akkumulátorláda és a gázolajtartály következik. Ezeknek a kidolgozottsága is a Pico-én áll a legközelebb a valósághoz, utána jön az NME, majd a sor legvégén kullog a Rocco. A Rocco-nál sem az akkumulátorláda mérete és formája nem stimmel, sem pedig a gázolajtartálynak az elhelyezkedése, illetve mérete sem teljesen pontos. Látható egyébként a különbség rögtön az alkatrészben rátekintve. Összességében a mozdonyok festésével és a feliratozásával ekkora különbségeket nem találtam. Ezek minden esetben nagyon szépen sikerültek, a színek nagyon közel vannak egymáshoz, annak ellenére például, hogy a Rocco mozdonyom az 2009-ben lett vásárolva, nem fakult, nem kopott semmit se a színe. Az NME-nek egy picit láthatóan más az árnyalata, tényleg egy lehelletnyivel különbözik a másik két mozdonyétól. Maszkolások is jól meg vannak oldva, mind a Rocco, mind a Pico gépén. Az NME-nél találtam oldalt ott a kis szürke résznél, az alváznál egy picike kis ilyen maszkolási bizonytalanságot. Feliratozás terén a járművek feliratozásának minősége az hozza azt a szintet, amit elvárhatunk.
Szép éles feliratokról beszélünk. Sehol nincs semmilyen maszatolás, sehol nincs semmilyen homályosodás ezeknél. És akkor most jöjjön a mozdonyok belseje. Vezetőfülke tekintetében a Picónál a vezetőfülke mérete, kidolgozottsága az szerintem messze meghaladja a másik két gyártóét. Az elemjénél valamiért nem tudták megoldani azt, hogy ott a hajtásház, csigaház része kellőképpen alacsonyan legyen, ezért van egy ilyen nagyon furcsa, ilyen kis belső domborulat. A Picónál köszönhetően annak, hogy nagyon alacsonyra tudták rakni a csigaházat, és nagyon kompakt a hajtása a mozdonynak, ezért majdnem teljes magasságba sikerült kidolgozni ott belül a vezetőfülke imitációját. Vezetőfülke világítása van ugye az NME-nek és a Picónak, a Rokónál nincs ilyen funkció a mozdonyban. Rátérve a mozdonyok elektronikájára, a Rokó egy sima 8 tűz csatlakozóval van ellátva, előre 3 fehér, hátra pedig 2 vörös fénnyel világít a mozdonynak a kis lámpája. Más funkciót a Rokó mozdonya nem tud. Az NME-nek már kicsit komplexebb MTC21-es csatlakozóhajzattal ellátott elektronikája van. Itt ugye már vannak kapcsolható fülkevilágítások, illetve kapcsolható középső homlokfényszóró. A Picónál viszont teljes szabadságot kapunk. Van a mozdonyban ugye teljes értékű menetvilágítás, előre 3 fehér fénnyel, MÁV szabványú tolató fény, külön kapcsolható a zárfény mind a két oldalán a mozdonynak, van külön kapcsolható fülkevilágításunk mind a két oldalt, illetve van géptérvilágításunk is, továbbá a menetfényekkel együtt kapcsolódik benne a mozdonyban a műszerfalnak a világítása is. Az NME mozdonyhoz gyárilag jár egy hangszóró, és be is van kötve, tehát hangosítás esetén elvileg csak bele kell tennünk a hangdekódert, és már lehet is használni, viszont ennek a hangszórónak a minősége az nem megfelelő, bizonyos hangerő fölött berezonál, recseg, én ezt a hangszórót egyébként ki is cseréltem egy ilyen kis kocka szeltekre. A Picó mozdonyában nekünk kell beszerelni a hangszórót, hogyha az analóg modellt választjuk és később szeretnénk hangosítani, ennek a beszereléséhez egy kicsit szerelni és forrasztani kell, viszont nagyon szépen ki van alakítva a hely. A Rokó mozdonyában is beszerelhető hangszóró, ennek kialakított, előre kialakított helye található a mozdony súlyban. És akkor most jöjjenek üzemi tapasztalatok. Mindegyik mozdony fel van szerelve rövid kapcsoló kinematikával, és alkalmazható a kis rövid kapcsolós, nem szabványos kuplungok, többféle fajta is. A Picó és a Rokó nagyon szépen megoldotta, hogy a fecske-farkas kapcsolónak a kis speciális kialakítása ne érjen bele itt alul a kis kivágásba, így őket nyugodtan lehet vele használni. Az NME-nél viszont nem túl nagy ez az alsó kis kivágás, és emiatt a fecske-farkas kapcsolónak az alsó kis szögletes része, az bele tud érni oda az alsó kis részébe ennek a kivágott pályakotrónak, és ez okozhat problémát, itt az én mozdonyomon is pont ebből az okból található meg, ugye ez a Rokó univerzál kapcsoló, ennek nincsenek ilyen problémái. A három mozdonynak eltérő is egyébként a súlya, ami nagyban befolyásolja a vonóerejüket. A legnehezebb a Picó 535 grammal, utána következik a Rokó 429 grammal, és a legkönnyebb az NME 378 grammal. Az NME-nél egyébként én is azt tapasztaltam, hogy viszonylag könnyen meg tud csúszni a 3%-os emelkedőn, ami nálam található, és már ilyen 4-5 kocsival bizony tud közködni fölfele menet. A három mozdony közül a Rokó rendelkezik egyedül 6 hajtott tengelyel, és 2 tapadógyűrűs tengely található meg ebből a járműben. A Picó és az NME mind-mind 4 hajtott tengelyel rendelkezik, ez azt jelenti, hogy a két szélső tengelypár hajtott, és a középső tengely pedig futó, ő nem vesz részt a vontatásban. A Picó mozdonyánál semmilyen ebből származó hátrányt nem tapasztaltam, az NME-nél viszont adódhatnak ebből gondok. Ezen valamennyit javított az, hogy itt a középső tengelyeknél, a forgóvász középső tengelyeinél én kilágyítottam a rugókat, hiszen ugye ezeket egy rugó nyomja le a pályára, és az okozhat olyan problémát, hogy gyakorlatilag a középső tengely, ami nem hajtott, az érintkezik folyamatosan a pályával, és előre-hátra billeg a forgóváz, és amikor ugye nem a tapadógyűrűs tengely ér le éppen a sínre, akkor bizony nagyon komoly megcsúszásokat tud produkálni a mozdony.
Erőtekintetében számomra egyébként a Rocco és a Pico nagyjából fejfej mellett végzett, a leggyengébb az NME ezen a téren. Könnyebb súly is valószínűleg az NME-nél közre játszik abba, hogy sokkal gyengébb vontatási tulajdonságokkal rendelkezik, mint a másik két mozdony. A Pico-nak az, hogy több mint fél kilós a mozdony, és igazándiból ott a forgóvázak középső tengelye gyakorlatilag akkora holtjátékkal rendelkezik, hogy a két szélső tengely van igazándiból a pályával folyamatos terhelt kontaktusba, ezért nagyon jó tapadási tulajdonságokkal rendelkezik. Én egyik mozdonynál se találkoztam olyan problémával, hogy mondjuk ütnének a kerekek, vagy tojás alakúak lennének. Szerencsére ilyen téren mind a három mozdony hozza azt a szintet, amit szerintem manapság elvárhatunk tőlük. A Rocco-nak valamilyen oknál fogva egy picit hangosabb a hajtása, semmilyen egyenletlenséget nem okoz a mozdony járásába, de érezhetően egy picit hangosabb a motorja és az egész hajtásrendszere. És akkor most jöjjön a fekete leves, a mozdonyok összeszerelési minősége, mert hogy ebben azért van nagyon komoly szórás. A Rocco mozdonya elég masszív és jól összerakott gépezet, abszolút így kézbe fogva meg a pályán is, láthatóan nagyon jól összerakták ezt a mozdonyt. Erről akkor is megbizonyosodhatunk, hogyha kézbe vesszük, levesszük a kasznit, láthatóan jól kifort, jól átgondolt konstrukcióról beszélünk, semmilyen összeszerelési hibát vagy pontatlanságot nem találtam rajta. A kis kiegészítők ragasztás nélkül bemennek a helyükre, nagyon jók a kis lyukak, amik itt elő vannak fúrva, nagyon passzentosak a kis szerelvények, tényleg könnyen összeépíthető, könnyen összerakható kis dolgokról beszélünk, nagyon szépen a helyére csúszik minden. A Pico-nál is hasonlót tudok elmondani, az egész mozdony konstrukciója nagyon masszív, nagyon meggyőző, annak ellenére, hogy milyen kis részletes és filigrán dolgok vannak rajta, az embernek az az érzése van, hogy tényleg egy jól megkonstruált, jól összeszerelt, jól összerakott járműről beszélhetünk. Én semmilyen összeszerelési problémát nem találtam a mozdonnyal kapcsolatban, nagyon jó minőségben lett összerakva ez a gép. Az NME-ről viszont ezt nem tudom elmondani, talán látszik is, hogy a pályakotró illesztése az nem igazán pontos, és ez nem az én hibám, én már próbáltam ezt egy picit jobban helyre rakni, de sajnos valamiért a fröccsöntött kis bütykök is a furat, amiben ennek bele kell mennie, nem teljesen pontos, és egyszerűen én nem tudtam úgy rögzíteni, hogy szépen passzoljon ez a kis alkatrész, pedig a végén már ragasztással is próbálkoztam. Én azt láttam egyébként másik NME mozdonyokon, hogy valamelyiken nagyon jó bepasszol, valamelyiken még ennél is csálébban áll ez az alkatrész, illetve ugyanezt tudom elmondani az összes többi másik dolgáról. Látszik egy kicsit itt a gázolajtartálynál, hogy itt a kis alkatrész egy kicsit lötyög, egy kicsit olyan bizonytalan az egész járműnek így az összeszerelése. Látszik rajta, hogy kevésbé átgondolt, kevésbé professzionális tervezést végeztek, mint mondjuk annak idején a Rocco, vagy most ugye a Pico. Egy picit én azt érzem, hogy az NME-nél nem annyira kiforrott így a járműnek a ilyen jellegű megtervezése és a végső szerelés sem. Szerelhetőség szempontjából itt is két részre oszlik a mezőny, van a Rocco és van a Pico, mind a két mozdony nagyon jól átgondoltan van felépítve, nagyon könnyű őket karbantartani. Alul is, hogyha a forgóvázmaszkokat nézzük mindegyiknél, az alsó takarólemez az csavarokkal van rögzítve, könnyen szét lehet őket szedni, könnyen hozzá lehet férni a kritikus részekhez, illetve megfelelő alkatrészellátásuk is van, hiszen mindegyikhez bármilyen pótalkatrészt, cselalkatrészt lehet rendelni a gyártótól, kivált kép olyan kis apróságokra, amit tipikusan leszoktak törni, tehát kürtök, kapaszkodók, visszapillantók, fellépők, szerelvények, de komplett motor, hajtásház különböző elemei, tengelyek, kerekek, minden gyakorlatilag rendelhető a mozdonyokhoz. Ez hosszú távon egyébként ez nagyon hasznos dolog, hogyha karban tudjuk tartani a mozdonyunkat. A Rocco-nak a klasszikus régi Rocco motorja van, ez a tényleg a világból kimegy típusú. A Pico-nál ugye már ezek az újabb zárt rendszerű karbantartásmentes motorok vannak, illetve ugyanezeket használja
az NME is. Az NME került most itt utoljára a sorba, hiszen neki gyakorlatilag semmilyen jellegű alkatrész ellátásáról én legalábbis nem tudok. Nem tudom, hogy ti tudtatok-e valaha rendelni bármilyen kis kiegészítőt alkatrészt az NME-hez. Én nem találkoztam még olyan lehetőséggel, hogy tőlük lehetett volna rendelni, úgyhogy ez egy kicsit aggályosabb így vele kapcsolatban. Ha esetleg tudtok valami tuti tippet vagy ötletet, akkor írjátok meg a kommentekben. Összességében én azt mondom így a három nohabot egymás mellé téve, hogy nekem a Pico az talán, ami a leginkább egyesíti a külső és a belsőnek a tökéletes harmóniáját, ugye gyakorlatilag egy rokó szintű hajtást, egy rokó szintű karbantarthatóságot és megbízhatóságot kapunk, egy NME-nél egy picit szebben kidolgozott, részletesebb külsővel. Az NME mellett egyébként olyan egetverően nagy különbségek tényleg így külsőre nincsenek, apróságok természetesen ott vannak, de akkora különbség, mint mondjuk amilyen különbség a rokóval van, olyan nincs. Ti mit gondoltok erről, ti mit gondoltok ezekről a mozdonyokról, nektek melyik az, ami jobban tetszik, jobban bejön, szerintetek jobb? Írjátok meg a kommentekben. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek a videót, további szép napot és jó modellezést kívánok mindenkinek!